összeállítás a Békeművelődési Házban található műalkotásokról. A Művelődési Ház a 4-sávos 8-as számú főút mellett, annak közvetlen közelében, az egykori szimbolikus három inotai hűtőtorony szomszédságában található. Hatalmas parkolóval, büfével, jelenleg nem működő étteremmel és egyéb kiszolgáló helységekkel. Szabó István tervei szerint 1951 és 59 között épült. A nagyterem befogadó képessége 480 fő, étterme 240 személyes. Gyümölcsszedő asszony. A művelődési ház homlokzatán látható az éttermi bejárat fölött a téglafalba rézsútosan bevésve. Ambróczi Sándor munkája. Bartha Lajos és művész kollektívája alkotta a főhomlokzati bejárat fölött a téglafalba bevésett egy-egy emberi alakot, melyek az egyes művészeti ágakat jelképezik. Boda Gábor alkotása a 270 cm széles és 50 cm magasságú kőanyagú díszkút, mely a művelődési ház belső udvarán található. A művész 170 pályázó közül nyerte el az első díjat. A Művelődési Ház könyvtárában található Bernát Aurél Kossuth Díjas festőművész által olajos technikával készített szekkó, melynek nagysága 595x244 cm. A közepén a múzsa áll, akit a festő mintáz. Tőle jobbra egy szakköri tag festeget. A kép jobb sarkában olvasó férfi és nő található, míg a bal oldalon az ugyancsak olvasó férfi és nő mellett gyermekek mesét olvasnak, illetve hallgatnak. Cser Jolán munkája nyomán készültek a terrakotta oszlopdíszek 1958-ban 18x18 cm-es méretben. A Művelődési Ház éttermének kerek oszlopai díszítik, és emberi, állati, valamint növényi motívumokat ábrázolnak. A Művelődési Ház nagycsarnokában látható Főnyi Géza által 1958-ban 43 négyzetméteres területen készült mozaik elbeszélő jellegű és életképszerűbb, mint amit a műfajtól általában várnánk. Lírai alkotás, alakjai megelégedettséget és önfeledtséget árulnak el. A Művelődési Ház nagycsarnokában látható a Hinz Gyula által 1958-ban 49 négyzetméter alapterületen készült mozaik. Előadásra készülő fiatalok jeleneteit ábrázolja a széleken pihenő alakokkal. Stilizáltsága sajátosan mozaikszerű. A Művelődési Ház éttermében látható a Kossuth Díjas Kovács Margit által 1957-ben készült 8,3 négyzetméter alapterületű terrakotta dombormű. A dombormű a brüsszeli világkiállításon aranyérmet nyert. A kép bal oldali mezejében botjára támaszkodó juhász nézi a táncolókat, míg előtte a nyája legelészik. A jobb oldali mezőben szerelmes pár látható, feljebb vadászház, lent gyermekek és édesanyák. Az alakok és a jelenetek közötti átmeneteket tölgyleveles és makkos motívumokból font kötegek alkotják. A Művelődési Ház oldalbejáratánál az étterem előtti kis csarnok egyik falán látható Rozsda Endre 1958-ban készült 5,5 négyzetméteres mozaik alkotása, amint János Vitéz a hétfejű sárkánnyal vívja harcát. Ugyanebben a csarnokban látható a Baglyok című alkotása is 2,5 négyzetméteres méretben.
A művelődési ház éttermi bejáratánál a két ajtó között balról található Rozsda Endre 1958-ban készült mozaik alkotása 180x150 cm-es méretben. A baglyokhoz tematikában és kivitelben a megtévesztésig hasonló stilizált erdei jelenetezés. A művelődési háznak a 8-as számú főútra néző homlokzatán téglába vésve látható Somogyi József és Pácai Pál Kossuth-díjas szobrászművészek 1958-ban készült alkotása. A faldísz a szén feldolgozását, az energia felhasználásának módját ábrázolja.